Szia, Andi vagyok, üdvözöllek a Ma Minden Más csatornán. Kérlek, vedd figyelembe, hogy az itt szereplő javaslatok, vélekedések, információk és technikák nem minősülnek egészségügyi szaktanácsadásnak. Videóimban sokszor lábjegyzet olvasható. Az alábbi videó úgy készült, hogy szerettem volna megosztani veletek az én régi foltos hajhullásom történetét, ami utána elvezetett a Candida diétához. Miközben felvettem a videót, olyan információkba mentem bele, olyan mellékágokba, amiket úgy éreztem, hogy külön kellene inkább elmondanom, mert hasznos lehet azoknak, akik éppen diétáznak. Így kivágtam őket, de készül a foltos hajhullásos videó is, addig is a tippjeim következőek lennének. Íme. Hogy nagyon sokan el vannak egyébként veszve az információ halmazban, és hogy miért van annyi fajta diéta, és hogy miért van annyi fajta szabály. Itt azt kell átlátni, hogy maga a Candida diéta az egy dolog, ugyanazzal a szabályzattal, viszont attól függően, hogy valaki szibóval, vagy egyéb más tünetekkel jön be, akármilyen cukorbetegséggel, IBS, mindegyikre esetleg valamilyen más extra dolgot kell gyógyítani, amiben még bele kell menni, és egy helyen egy nagyon jól kaptam el egy ilyen információt, ahol le volt írva, hogy ez a Candida diéta, de nem válunk felelősséget azért, hogy te milyen egyéb hozott betegségekkel indulsz ennek neki, ha úgy érzed, hogy szükséged van rá, beszélj szakemberekkel, ugyanis így néz ki a diéta, ezt tudjuk, hogy ezt kell csinálni, viszont lehet, hogy neked valamelyik lépése nem úgy kell majd, vagy egyéb extra dolgokat el kell hagyni, és bár most nem ehhez a videóhoz kapcsolódik, de valahogy remélem, hogy eljut olyanokhoz, akiknek ez kell, hogy van, ahol csak X dolgot kell elhagyni, mert az a Candida diéta, de ha te olyan beteg vagy, akkor lehet, hogy mondjuk már kb. Még 15 dolgot ki kéne vegyél az étkezésedből. Mert egyszerűen a beled olyan állapotban van, hogy nem bírja azokat a dolgokat, és ezáltal gyulladásban van, és amíg gyulladásban van, és az a gyulladás nem húzódik le, addig nem fog megoldódni a tüneted, és azon belül egyébként még gyógyítod a kandidádat is. Tehát ezek így egymásra pakolódnak, és ha már néztél pár videót, azért most már belementünk a gyomorsabbba, látod, hogy a gyomorsabb milyen szinten hat az egészre, azóta én felismertem, hogy nekem ezzel is dolgom van, és már egyébként ez a dietetikus is adott nekem információkat, és lásd, mennyire gyarló az ember, mert már nekem le volt írva, hogy használjál emésztőenzimet, és életemben nem használtam még, tehát most, ha azt nézem, elsiklottam mondatok felett, nem maradt meg a fejemben, hogy nekem ezt kell csinálnom, tehát itt már meg sem lepődöm, hogy te is így vagy ezzel. Az ott a mosás, ami rám vár. De nem baj, elsiklottam én is mondatok felett, és most így, hogy már tudom is, hogy mi áll azok mögött, a mondatok mögött, már értem, hogy miért volt leírva. Egyébként a sikertelenség kulcsát egy kicsit abban is látom, hogy megint a diétára visszatérve, hogy elmondhatja neked akárki, hogy mi a megoldási kulcs. Én azt vettem észre, hogy amíg az emberek nem értenek mögé, nem látnak mögé, nem értik meg a mélységét annak, hogy miért azt a tanácsot kapták, addig nem szeretik betartani, vagy elfelejtik betartani. Mert mondjuk azt mondom neked, hogy itt van ez az anyag, ezt hagyd el, ezt tedd mellé, ez a következő lépés, az a következő lépés, és azt fogod mondani, hogy hát jó, oké, csinálom, de miért csinálom, nem tudom, és akkor eltelik egy év, elfelejted, és azt mondod, hogy ja, valaki egyszer azt mondta, hogy szedjek biotint, de miért, nem, most nincs nálam ennyi, vagy nincs rá pénzem, vagy akármi. És közben visszanézed a jegyzeteidet, ha egyáltalán csináltál jegyzetet, és rájössz, hogy igazából meg volt már mondva a megoldás, csak neked nem tűnt fel. Stb. Majd utána, hát ugye vizet akkoriban még nem szerettünk inni, sőt egyébként hozzateszem, hogy gyümölcsök is azóta a kedvencem, mióta terhes voltam, tehát igazából engem úgy lehetett ismerni, hogy gyerekkoromban sem a vizet nem szerettem. Egyszerűen egy olyan panelban laktunk, ahol számomra olyan borzasztó volt a víz íze, hogy gyerekként emlékszem, hogy inkább szomjan vesztem, mint hogy csak vizet igyak. Egyébként ez így borzasztó, hogy visszagondolom, mert nem tudott, tehát akkor ez még nem tudatos, és azért szoktunk rá a szörpökre, hogy egyáltalán folyadék kerüljön belém. És utána, amikor ide kikerültem, itt kint valahogy egyszer beszereztem egy víztisztítót, és az még nem ez volt, nem, hogy pont benne van a videóban, de az még nem ez volt, ez egy sokkal másabb volt, és utána azt a víztisztítót egyébként azért adtam el, mert kiderült évek után, hogy nem szűrte a fluoridot, ami hát engem rettentően zavart, ezt igen, nem kell zavar, engem rettentően zavart. És most már van egy másik. Na mindegy, azóta iszok vizet, tehát egyébként ez az egyik kulcs, hogy hát beszéltünk múltkor a vízivásról, és igazából, ha nem ízlik, akkor nagyon nehéz meginni. Úgyhogy mindenféleképpen olyan vizet keres, amit szeretsz inni. És utána a történetem úgy folytatódott, hogy... És azóta már tudom,
hogy az egész egyben van, amit ugye mindig el szoktam nektek mondani minden videóban, hogy nincs külön. Tehát, hogy régebben még úgy gondoltam, hogy ja, persze, most akkor belem, mert baj van, ja, persze. És egyébként ezért van az, hogy sokszor emberek, tehát például kezelők, vagy dietetikusok, vagy bárki, nem mondják el egyébként neked, hogy milyen nagy a baj, mert nem szeretnének lesokkolni, ugyanis ezt egy hirtelen utcára bejövő ember nem tudja felfogni, hogy ha azt mondjuk, hogy itt baj van, akkor mindenhol baj van. Mert így működik, ugyanúgy, mint egy kígyó, ha elkezd tekeregni, akkor nincs olyan, hogy a feje tekeredik a kígyónak, de a teste nem, az egész tekeredik vele. És pont így van egyébként a gerincel is. Tehát valaki azt mondja, hogy valamelyik része a gerincének nem jó, ilyen nincsen, mert ugyanúgy, mint a kígyó, hogyha egy része nem jó a gerincének, akkor az követi, leköveti magát, tehát 625-ig lábjegyzet vége. Bár egyébként, mondom, kezeléseket is kaptam, azonban azóta tudom, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ezek is kellenek ahhoz, hogy meggyógyítsad magadat. Ezek egy nagyon jó extrakt, nagyon jó helyre tudják tenni az energiaháztartást, akár az akupunktúráról, akár a kézreállítás gyógyításról beszélünk. Azonban ugyanilyen energia löketet és pozitív sokkot tud adni a testnek, esetleg, ha valakinek arra van szüksége, egy háromnapos vagy egy egynapos juice diéta. Ugyanis ugyanazzal az energiaszinttel tölti fel a testet, de itt is a cél ugye nem mindig az elvétel, hanem a hozzáadás. Tehát, hogy ne azt nézzük, hogy nem eszünk semmit, hanem azt nézzük, hogy azokat a vitaminokat bejuttatjuk folyadékformájában a testbe. Ne azt nézzük, hogy kandida diétázunk, és hogy nem ihatunk alkoholt, és nem ihatunk cukrot, hanem azt nézzük, hogy elveszük a gyulladást, és helyreállítjuk a bélfalunkat, és nem koplanunk el, hanem megfelelő minőségi ételeket bevinni, amihez nincsen hozzászokva se az ízlelőbimbónk, se az igényünk, tehát azért nehéz, mert egy életidegen ételek felé kell elindulnunk, ami tulajdonképpen az lenne a természetes, csak nekünk nem az. És egyébként ez egy folyamat is, hogyha valaki igényli, és valaki akar ezen az úton menni, akkor szép lassú változtatásokkal be lehet ezt iktatni. Tehát például nálam az, hogy először csak a cigizés elhagyása, utána az alkohol, esetleg aztán mondjuk kókusszal kezdeni elfőzni. Tehát elmondtuk azt, hogy videókban, hogy nem várjátok se magatoktól se, ne is próbáljátok ki azt, hogy egyszerre azt mondjátok, hogy na most akkor én ezt leteszem és kész, mert bár lehet, ki lehet próbálni, de nekem is, amikor már azt mondták, hogy kandida diétát kell megcsinálnom ahhoz, hogy a foltos hajhullásomat helyre tegyem, azért volt talán könnyű, mert amikor elmondták a szabályokat, hogy mit nem szabad csinálnom, addigra én már igazából beiktattam a kókuszsírt magamtól, csak még nem volt rendszeres, de már próbálkoztam. Igazából letettem a cigit magamtól. Ez nem feltétele, de nyilván előnyös. Nyilván nem érdekelt, hogy iszok-e vagy nem, tehát kibírtam. Ez azonban feltétele a diétának, és hogy helyre tud tenni magadat az alkohol cukortartalma miatt. És pár dolgot kellett már csak változtatnom, pár dolgot el kellett vennem, pár dolgot többet kellett ennem, és nem okozott akkora traumát, bár hozzáteszem, és ezt mindig poénból mondogatom, hogyha látnád, ha meglenne, lehet, hogy megvan, az a egy ilyen Excel táblázatot csináltam annak, hogy mit ettem a 6 hét alatt, és leírtam így a dietetikusomnak, hogy reggeli, ebéd, vacsora, milyen vitaminok, hány kiló vagyok, mennyi vizet ittam, milyen kiegészítő termékeket szedtem, és egyébként ezt tanácsolom neked is. Sok minden turpiságra rá lehet jönni, hogyha egy ilyenre egy szakértő rá tud nézni egyébként, mert ha elakadsz, akkor egy szakavatott szem csak ránéz és megmondja, hogy mit csináltál rosszul. Míg egyébként csak tippelni tudunk, hiszen ha engem is megkerestek, és kérdeztek tőlem, hiába tudok mondjuk nagyon sok dolgot már, nem tudom, hogy mi a háttértörténeted, nem tudom, hogy neked mennyi infó van meg abból, és ez képtelenség mindenkinek minden nap, mindenhol, mindenhogy ugyanazt átadni, hiszen valaki abból jön, hogy már annyira jól megy neki minden, hogy minden tud, csak egy lépés hiányzik neki, a másik viszont még semmit nem tud, és az összes lépés hiányzik neki, vagy olyan betegségei vannak, amire nem mindegy, hogy hogy indul el. Tehát ezért a segítség csak akkor képes igazi szaksegítséget adni, akinek mindent teljes körülön le fogsz tudni mesélni, és ehhez az is kell, hogy ne csak a háttértörténetedet ismerje teljesen, hanem azt is, hogy milyen vitaminokat szedsz, milyen gyógyszereket, és
mit eszel, hogy néz ki egy napod, vajon jó dolgokat választasz-e, és nem arról beszélek, hogy mondjuk nem tudod, hogy ebbe cukor van, és azt nem eheted meg, hanem vajon jó-e a választásod, vajon jó ételeket teszel ebbe a testedbe, vagy pedig csak azt mondod, hogy hát igen, akkor az uborka az megengedett, akkor ma is uborkát ezek, holnap is uborkát ezek, mert tulajdonképpen semmi más nem szeretek. Most ez egy nagyon kisarkított példa volt, de ha érted, amire gondolok, akkor azt akarom kihozni belőle, hogy nem mindegy, hogy az a megengedett termék, amit fogyasztasz, vagy megengedett élelmiszer, amit fogyasztasz, milyen sűrűn iktatod be az étkezésedbe, vagy egyáltalán jót tesz-e az neked. Tehát vannak itt ilyen kis egyéb nyalánkságok, ettől függetlenül szerintem nagyon sok információt át lehet venni, szakértő nélkül is nyilvánvalóan, nagyon sok mindenben tudsz magadnak segíteni, de ha te úgy érzed, hogy olyan komplikált a szituációt, és nem tudod összerakni ingyenes hanganyagokból, vagy internetes keresésből, érdemes befizetni egy ilyenre, akkor érdemes szaksegítséget kérni, ugyanis akkor már azáltal, hogy ebbe befizettél, kapsz egy olyan támogatást, ami csak neked szól, ami csak rólad szól, amiért csak neked szentelik a figyelmüket, és aki mindent ki fog tőled kérdezni, az idejét erre áldozza, amiért fizette tulajdonképpen, hogy ezt megtegye ő. Minden egyéb esetben általános információkat fogsz tudni megtalálni, és mindig próbáld meg valahogy összerakni az információkat. Mindenesetre ezt tudom mondani nektek, hogy a tapasztalatom az volt, én nekem olyan szigorú volt a diéta, hogy én tartottam, hogy én nem engedtem meg magamnak, ha jól emlékszem, hogy gyümölcsöket, valahogy végigcsináltam a 6 hetet, már nem emlékszem, hogy mert nagyon nehéz lehetett, de valahogy végigcsináltam a 6 hetet, úgyhogy semmilyen kenyérpótló opcióm nem volt, egyedül a zapkását tettem ütre-fütre, ha cukor és ilyen volt, és nem sütöttem mentes sütiket, nem is tudtam volna, mert ezt akartam egyébként még mondani, hogy 30 évesen a kóriban, ha meglenne még az a táblázatom, hogy én miket ettem, amiket fölgyűjtöm a dietetikusomnak, akkor nevetnél, mert körülbelül volt olyan, hogy az volt a receptem, hogy megfőztem a zöld borsót, összepürésítettem, és megettem azzal a lendülettel, hogy olyan érzés, mintha borsófőzéleket ennék, de ugye nem volt benne semmi. Próbáltam magam jól lakatni, én mondjuk egyébként az első két hét nagyon fontos, tehát az első két hétben semmilyen hiba, megengedési lehetőség nincsen. Sok bor, kis jolán, magas fokon, és már kész van a belpeper, tehát a kalifornia paprika megpirítva, és fokhagyma ugyanígy, ugyanezzel a metoddal, és utána majd össze fogunk zúdítani. Most egy kicsit megpirítom a paradicsomot is, de lehetne szandrát a mézót is használni, szandrát a paradicsomot, és most megdíztem egy kicsit a dísztelem, megtörtöm a diót is. Nem mutattam, de utána leturmixoltam az egészen kézi turmixolóval. És egyébként megkóstolva nagyon jó íze van.